Könnyen lehet, hogy a következő nyaralásunkat egy ma még ismeretlen paradicsomi üdülőhelyen töltjük. Csak meg kell találni az odavezető utat. Ami nem is olyan egyszerű. Ez az út a víz alatt vezet. Ha elkészül, ez lesz a világ legmélyebbre süllyesztett autóútja. Amihez néhány hidat is kell építeni. És a tájfunokat még nem is említettük. Különleges építmények, autópálya a tenger alatt. Ezek a vontatóhajók egy úszó ellentmondást húznak. Egy alagút szegmest, amely egyszerre gigászi és törékeny. Kicsit vissza, közelebb! Lassíts! Az úszó tárgyáltal képviselt csúcs technológiának most bizonyítania kell. A vontatmány egy eldugott helyre tart, hogy elérhetővé tegye azt a világ számára. És esetleg oda csalogassa az olimpiai játékokat. Busan, Dél-Korea második legnagyobb városa. 4.200.000 élnek itt. Nagyobb, mint Madrid, közelít Milánóhoz, és olyan nyüzsgő, mint Manhattan. Dél-Korea Ázsia kis tigrise, és a tigris Buszán révén hallatja a hangját. Hamarosan itt tornyosul majd a világ egyik legmagasabb felhőkarcolója. Itt van az ország legnagyobb kikötője, amely egyben a világ ötödik legforgalmasabbja. A daruk másodpercenként rakodnak ki egy konténert. Akkora a forgalom, hogy a kikötőt nemrég ki kellett bővíteni. És a város még mindig növekszik. A feltörekvő Busan megpályázza a 2020-as nyári olimpia megrendezését. A város azonban egy jelentős gonddal küzd, ami az Ázsia egyik legnagyobbjának számító helyi halpiacon is tetten érhető. Sok tucatnyi kereskedő préselődik össze ezen a helyen, napi 14 órán át az év minden egyes napján. És ez a fő probléma Busanban. A zsúfolt városban lassan egy talpalatnyi szabad hely sem marad. A probléma megoldása a Jinhe-öböl túlpartján hever. Goji. Egy sziget, amely 7-szer nagyobb, mint Manhattan, a lakók száma azonban csupán 1/8 annak. Busan, Goji. Busan, Goji. Goji az ingatlan piac aranybányája, egy potenciális koreai riviéra. Elegendő helyet adna az olimpiára érkező sportolóknak a nyugodt felkészülésre, és itt a koreai tigris is kinyújthatná a lábát. Gojival azonban szintén van gond. Az odajutás. Hajóval a Busan-Goji közti út csupán 8 kilométer, közúton ellenben 140. Három és fél óra egy irányban. A világ egyik legszörnyűbb ingázó útvonala. Az időveszteség és a kiesett munka együttes évi költsége csaknem 400 millió dollár. Ráadásul így az olimpiai esélyek is veszélyben vannak. A sportolók nem jönnek ide, ha nem lehet normálisan közlekedni. A megoldás révén a munkaidő majd felét kitevő utazási idő 40 percre zsugorodik, és az öböl mindkét partján megváltozik az élet.
Ez a Busan Goji autópálya. Egy kétszer kétsávos út, amely csaknem 50 méterrel a tenger felszíne alatt fut, majd két hatalmas kábelhídon szeli át a tengeröblöt. Az út teljes hossza több mint 8 kilométer. Ez a világ egyik legnagyobb építkezése. 48 méteres víz alatti mélységével ez lesz a világ legmélyebbre süllyesztett autópályája. Az alagutat 18 hatalmas szegmensből állítják össze. Minden egyes szegmens két futballpálya hosszúságú és olyan nehéz, mint egy repülőgép hordozó. A szerkezet olyan széles, hogy a kétszer két sáv között még egy szervizalagút is elfér benne. Ez a betonba öntött valóság. És ez az a pont, ahol az ügy kezd rázós lenni. A szegmenseket a terv szerint óvatosan a helyükre vontatják, majd ugyanolyan óvatosan a fenékre süllyesztik. Az egyes elemeknek maximum 35 mm-es eltéréssel kell illeszkedniük. Az időjárási viszonyokat sem lehet figyelmen kívül hagyni. Az építési terület a nyílt tengerrel határos. Mindig erős a hullámzás, és a víz is mély. A hely teljesen nyitott a csendes óceán északnyugati medencéje felé, ezért az építkezés idejére mindenre fel kell készülnünk. Erős hullámverésre, viharos szélre, sőt akár tájfunra is. A forradalmian újszerű alagút építése hasonlóan egyedi eljárásokat igényel. A koreaiak még sohasem építettek vízbe süllyesztett alagutat. Ez a nemzet azonban igen. A hollandok 500 éve sikeresen vívják küzdelmüket a tengerrel. A süllyesztett alagút holland specialitás. A világ ilyen jellegű alagútjainak legtöbbje Hollandiában található. A holland cég vállalta a kihívást, és biztos volt abban, hogy meg tudja oldani a problémákat. Ez segített kialakítani a kölcsönös bizalmat. És végül így történt, hogy velük kötöttünk szerződést. Ez az úr a megtestesült magabiztosság. Menj arra, talán még eléred a másik hajót. Jobb lesz, miután összenyomjuk. Vontató 101-es. Semmi sem fogható az alagút süllyesztéshez. Nagyszerű dolog egy viszonylag kis csoporttal dolgozni, ahol mindenki a feladatra koncentrál. Lazíts a kötélen. Mindenki 200%-on teljesít. Fantasztikus. Az építést az alagút bejárataival kezdik. Az egyik a Gadok-szigeten, a másik pedig egy kicsi és lakatlan sziget közelében lesz. Innen a mérnökök lefelé ásnak, 12 méterrel a tengerszint alá, hogy egy szintbe kerüljenek a víz alatti alagút szegmensekkel. Az alagút azonban nem a tengerfenék alatt fog haladni, ez a nyomvonal túlságosan meredek útpályát eredményezne. Ehelyett Péter és csapata előre gyártott alagútelemeket süllyeszt a tengerfenékre. A munkások először egy árkot ásnak az alagút nyomvonalán. Az alapok megerősítéséhez vasbeton cölöpöket vernek a tengerfenékbe úgy, hogy 3 méter távolságra maradjanak a kőzet alaptól. A földrengések miatt tesznek így. A kőzet alaptól való függetlenség kulcsfontosságú rugalmasságot biztosít az alagútnak. Az alagút elemek kavicságyon nyugszanak, amely egyenes felszínt biztosít. Mivel a kavicságytól függ a rajta lévő alagút szegmens magassága, nagyon nagy pontossággal kell megépíteniük. Az elkészült alagutat később sok ezer tonna zúzott kővel fedik be. A kőburkolat védelmet nyújt a hajók aljával való ütközések és a hajóhorgonyok ellen. Az alagút elemeket előre kell legyártani. Az első feladat tehát helyet találni az építési telepnek. Ez Busanban nem könnyű.
Ha körülnézünk, nincs egy talpalatnyi szabad föld, ahol felépíthetnénk a telephelyünket. A legközelebbi alkalmas helyszín 35 kilométerre fekszik az alagút helyétől. Elég nagy akár 5 alagút szegmens egyidejű összeállításához. Az egyes szegmensek körülbelül 48 ezer tonnát nyomnak, és egyenként 8 panelből állnak össze. Egy ilyen panel olyan hosszú, mint 2 londoni autóbusz. Minden pince tulajdonos tudja, hogy a víz képes beszivárogni a beton rétegek között. Ez egy víz alatti alagútnál katasztrófához vezethet. A koreaiak leleményességének köszönhetően azonban ebben az óriásban a víz egyetlen rés sem talál. Az alagút elemet az aljától a tetejéig folyamatos, szünet nélküli betonöntéssel állítjuk elő, így nem alakulhatnak kirések a falakban. A folyamat 24 órát vesz igénybe. A beton beöntése után az alagútelem végeit acélból készült zárófalakkal fedik le. A munkások később a Zsinhejöböl fenekén még nagyra fogják értékelni ezt a holland találmányt. A zárófalak vízmentesen zárnak. Ezek az apróságok ugyanis hamarosan fürdőt vesznek. A száraz dokk elárasztása után az alagútelemeket kihajózzák a tengerre. Az elárasztás körülbelül 48 óráig tart. Az első fázisban csak annyi vizet engedünk be, hogy elérje a zárófali ajtót. Ekkor ellenőrizzük, hogy nincs-e valahol szivárgás. Ha minden rendben van, illetve miután megszüntettük az esetleges szivárgást, teljesen elárasztjuk a dokkot. A száraz dokk vizével 230 olimpiai úszómedencét lehetne megtölteni. De vajon miként lehet úszóképessé tenni egy 48 ezer tonnás vasbeton darabot? Mindegyik alagútelemben 6 darab ballaszt tartály található, amelyekben most víz van. Minden szelep nyitva, kezdhetitek a szivattyúzást. Az úsztatáshoz kiszivattyúzzuk a vizet a ballaszt tartályokból. A műveletet addig folytatjuk, míg az alagútelem lebegni kezd. A vontatónak most csigalassúsággal kell haladnia. A hátsó oldali csörlőkkel irányítjuk az alagútelem oldalirányú mozgását. Most már megkezdhetik a szegmens kihajózását a száraz dokkból. Az első szegmens kihajózásához erő és ügyesség kell, nehogy beleütközzenek a száraz dokk falába. Vigyázzatok, nehogy belecsúszson a vízbe! Az elem és a dokk fala között mindkét szélénél alig 2 méternyi hely van. Itt nem lehet hibázni. Oké, Morris, kint vagyunk. Lassítsunk! Mindkét vontató rendben húz. Szép munka! Akár hiszik, akár nem, a száraz dokk elhagyása volt a feladat könnyebbik része. Míg javában folyik az alagút építése, az autópálya felszíni része is fokozatosan testet ölt. 2 hatalmas híd. Az egyik híd 3 pilonon fog támaszkodni, míg a másik 2. A pilonok legmagasabb pontja a tengerszint felett 156 méterre emelkedik majd. Olyan magas lesz, mint egy 50 emeletes ház. A pilonok közötti hídpálya 5 futballpályányi távolságot hív el át. A hídpálya elegendő helyet ad a legmagasabb teherhajók áthaladásához. Ez fontos szempont egy olyan város számára, amely a tengerhajózásból él.
A híd legszebb részlete egyúttal a legbonyolultabb is, az ívelt gyémánt formájú pilonok. Jól lehet, az ívelt pilonokat nagyon nehéz megépíteni. A forma nagyszerűen harmonizál a környezetével, és kedves dolgokra emlékeztet, például a sirály szárnyaira, vagy egy édesanya imára kulcsolt kezeire. ...35 kilométerrel arrébb az első 5 alagút szegmens megérkezik az ideiglenes kikötőbe. Innen a vízen úszva szelik majd át a Jean hőblöt, hogy a már előkészített és kavicságyal lefedett végleges helyükre kerüljenek a tengerfenéken. Hogy miként jutnak le a tengerfenékre? Ezek a társasház méretű úszályok segítenek majd. Holland tervek alapján Koreában készültek. Az alagútelem mindkét végénél egy-egy ilyen uszály horgonyoz. A kijelölt hely elérésekor a szegmest az uszályokra telepített gigászi csörlők engedik le a mélybe. Legalábbis ez a terv. Ilyet ugyanis még soha nem végeztek nyílt tengeren. Egy speciálisan képzett búvárcsapat készíti elő az első elemet a lesőijesztéshez. A búvárok ellenőrzik az adatkábelek és az energiaellátás csatlakozóit. Várunk! És megtisztítják az acélzárófalakat a tengeri élővilágtól. Lefelé a kábelt, Steve! Végül acélkábeleket csatlakoztatnak az alagútelem aljához. Ezek a süllyesztés közbeni igazításban játszanak kulcs szerepet. Most jó helyen van. Jöhetsz felfelé a kábel mentén. A vízszint felett a munkások egy ideiglenes szerelőtornyot építenek az alagút szegmensre, amelyen keresztül bemehetnek az alagút belsejébe, ha valami gond adódna a ballaszttartályokkal. Az alagútból mindenki kijött. Vétel? Minden problémára számítani kell. Ha rosszra fordulnak a dolgok, itt nincs második esély. A mi munkánkban semmit sem bízunk a szerencsére. Tudjuk, mi mindennel járhat, tudjuk, hogyan zajlik az egész művelet, és úgy érezzük, hogy urai vagyunk a helyzetnek. Vagy mégsem. A süllyesztő csapat másik fele Hollandiában várja a hívószót. Összesen 56 szakember várja, hogy Peter kiadja az indulási parancsot, de ő is vár az időjárás előrejelzésre. Amikor déli szél fúj, nagy hullámok érkeznek a csendes óceán felől. Mivel kint vagyunk a nyílt vizen, fel kell készülnünk a hullámzásra, és ezek a hullámok nagyon erősek. Még a 30 cm-es hullámok is képesek megroppantani a szegmens paneljeit. A vontatás alatt az alagútelem ki van téve a hullámok kényének kedvének. A csapatnak tehát 3 nap szélcsendre lesz szüksége. A vállalat több előrejelző céggel is tárgyalt, de senki sem merte elvállalni a nagy anyagi felelősséggel járó feladatot. Végül egy dán cég vállalta a kihívást. A dánok egy olyan előjelző algoritmussal rukkoltak elő, amely 10 cm-es hullámzást is képes megjósolni akár 5 napra előre. Ez páratlan áttörés az időjóslásban. Ez azt jelenti, hogy kijelenthettük, holnap lesüllyeszthetünk egy elemet. Ez pedig azt jelenti, hogy tegnap repülőre ültethettük a csapatot. Mindez gyors, last minute döntésekkel. Ez a módszer jelentős kockázattól kímél meg bennünket és a megbízónkat. Megvannak az előrejelzések, mind ugyanazt mutatja. A hullámzás sem olyan vészes. Szerintem kezdhetjük. Indulhat az akció. Igen, megpróbáljuk. Köszönöm, igen. Köszönöm. Viszlát. Igen. Viszlát. A főnökre 48 órai idegeskedés vár. Ha
Hat havi munka sikere áll vagy bukik néhány drótkötélen és az időjárás előrejelzőkön. Ma senkinek sem lesz nyugodt éjszakája. A 3 km/h megtett óvatos vontatás nyomán az első elem megérkezik a Gadok-szigethez, az alagút bejáratához. A Hollandiából frissen érkezett elit csapat itt csatlakozik Peterhez. Azon kevés szakemberekből áll, aki képesek erre a munkára. Mehet a hatos horgony. A hosszanti kábellel kezdjük. A part közeli munka hatalmas kihívást jelent. Egy 48 ezer tonnás úszóművet kell egy szűk helyre manőverezni, ahol jobbra-balra csupán egy méternyi szabad hely van. Elég egyetlen óvatlan mozdulat, és az alagútelem beszorul a sziklák közé. A szegmest 14 acélkábel rögzíti a fenékhez és a parti sziklákhoz. Az alagútelem beállítása rendkívüli pontosságot igényel. A mérnökök a szintező talajra és az alagútelemen lévő szerelő talajra rögzített prizmák és tükrök segítségével állítják be a megfelelő helyzetet. A koreaiak még csak ismerkednek ezzel az alagútfektetési eljárással, és a tanulás időbe telik. A művelet egész nap tart, és csak kétféle kimenetele lehetséges. Mérnöki diadal, vagy egy 48 ezer tonnás szerencsétlenség. A rendkívül szűk mozgástér és a nagy kockázat miatt az alagútelem csiga tempóban közelít a helyéhez. 35 km megtétele után már csupán 4 méter van hátra a kijelölt pozícióig. Fél évig nagyon keményen dolgoztunk, hogy tanúi legyünk ennek a pillanatnak. 56 szakemberünk van itt, hogy végrehajtsa a műveletet. A koreaiak izgatottak és feszültek, mivel még sosem vettek részt ilyesmiben. Nekünk már van tapasztalatunk, de azért számunkra is különleges a pillanat. Egészen mostanáig acéllemezek óvták az alagútelem homlokrészének éleit. Lassan erezd! A lemezek mögött egy nagyon fontos és épp annyira kényes alkatrész rejtőzik. Egy gumitömítés, amely a vízmentes zárást hivatott biztosítani. A csapat készen áll a lesüllyesztésre. A távirányítású ballasztartályok lassan megtelnek vízzel. A vezérlőállás távirányítású kameráival minden helyszín figyelemmel kísérhető, az uszályok épp úgy, mint az alagút szakasz belseje. Rendben, uraim! Mind a 4 csörlő mehet lefelé. Az alagútelem helyzetét maximum 3,5 cm-es eltéréssel kell egyeztetni a bejárati építménnyel. El lehet képzelni, ha az első elemet 10 cm eltéréssel fektetnénk le, és ezt 18-szor megismételnénk, a túl végén 2 méteres eltérés keletkezne, az nem volna jó. 7 órával később az alagútelem eléri a tengerfeneket. Az elem csupán 50 cm-re fekszik az alagút szárazföldi szakaszának végétől, a bejárati építménytől. A hézag megszüntetéséhez a mérnökök nagy teljesítményű hidraulikus munkahengereket szereltek az alagútelemre. A mechanizmus összekapcsolása után nyomást adnak a rendszerbe, ami a betonelemet odahúzza a bejárati építményhez. A süllyesztési művelet utolsó szakaszát a szárazföld felőli oldalon kezdik. Egy közel 3 méter széles vízfal választja el az alagút szegmest és a bejárati építményt az úgynevezett süllyesztési csatlakozás belsejében. Egy szelep kinyitásával a víz eltávozik. Ahogy a csatlakozásból kifolyik a víz, a külső víznyomás még jobban összepréseli a tömítést, amely vízhatlanul lezár. A zárófal döngetésének hangjából megállapítható a csatlakozásban lévő víz szintje.
Most, hogy a vizet eltávolították, már kinyithatják a zárófal ajtaját. Az ajtó azonban beszorult. Te előre tudtad, hogy be fog szorulni? Biztos tudtad, mert elhoztad a szerszámos ládát. A helyzet megoldása érdekében durvább eszközhöz kell folyamodni. A munkásokat már csak a kikötőben felszerelt acélzárófal választja el az éppen lesülyeztett alagút szegmenstől, és ezért zseniálisan egyszerű ez a megoldás. Más sülyeztett alagutaknál az egyes elemek a végükön is vasbetonfallal vannak lezárva, amelyet beépítés után kitörnek. Ez azonban időigényes és sok hulladékkal jár. A moduláris acélzárófalakat könnyű fel is leszerelni. Többször felhasználhatók, és az építkezés végén beolvaszthatók. Gyorsabb, olcsóbb, biztonságosabb. A mérnöki leleményesség hármas befutója. Végül Szezám Tárói. Habár voltak váratlan helyzetek, nagyon örülünk, hogy végül sikerült befejeznünk a műveletet. A siker érzése leírhatatlan. Gratulálok, Mr. Hyun! A maratoni művelet csaknem 78 órán át tartott. Néhányan két napig is dolgoztak alvás nélkül. Egy szegmens a helyén, már csak 17 van hátra, és lesz köztük olyan, amely nem adja magát könnyen. Az alagúthoz hasonlóan a hidak is darabonként készülnek, de itt egy időben nem egy, hanem két elemet építenek be. Az eljárás neve szerelőhidas módszer. Kifelé haladva, a pilon mindkét oldalára acélgerendákat rögzítenek, hogy megőrizzék az egyensúlyt. Ezután két kábelre függesztik a kinyúló hídelemet. Mihelyest ezzel megvagyunk, a daru felemeli a 6 darab előre gyártott vasbeton hídelemet, és az acélvázra helyezi. Ezt követően után feszítjük a tartókábeleket. És kezdhetjük az egészet előről. Ez alatt az alagútnál a csapat már a 12. betonszegmenssel is elkészült. A következőt azonban 48 méteres mélységbe kell sülyezteni. Ez a legnagyobb mélység és a legnehezebb feladat. A 202-es rákötve. 202-es rákötve, rendben. Vigyétek arrébb. Az új nehézségek új módszereket szülnek. Csatlakoztatjuk az 505-öst, rendben. A tengerfeneket itt lágy agyag borítja. Olyan horgonyokra van szükség, amelyek stabilan tartják az uszályokat és az alagút elemeket. Ez a manta horgony. Nevét az ördögrájára hasonlító formájáról kapta. A horgonyt úgy tervezték, hogy ott is beássa magát, ahol más horgonyok már nem tartanak. Amikor a 13-as számú szegmens megérkezik, 14 acélkábellel horgonyozzák a tengerfenékhez. A mély víz azonban, mint már annyiszor, ismét új problémát jelent.
Tegyük fel, hogy amint a szegmens talajt fog, gondolódik a ballaszttartályokkal. Péternek ilyenkor be kell küldenie a mérnökeit az alagút belsejébe. Az egyes számú szegmensen erre a szerelőtornyot lehetett használni, mély vízben ez azonban nem lehetséges. A megoldás a süllyesztett alagutak építésénél úttörőnek számít, egy önjáró búvárharang. Az Egyesült Államokban vásárolt minitenger alattjárót kifejezetten erre az építkezésre alakították át. Lemerülök 15 méterig. Megpróbálom behozni az alagutat a szonáron. Ez itt az alagút elem. Az ott pedig valószínűleg egy rögzítő bak az elem sarkán. Egy ilyen kis tenger alattjáróval, amely akár 300 méterig képes merülni, nagyszerűen lehet munkásokat szállítani a part és az alagút elem között. 9 méter hosszú és a két pilótán kívül 5 utas szállíthat. A búvárhajó az alagút szegmensre szerelt dokkolóegységre csatlakozik, amely vízmentes hozzáférést biztosít az alagút belsejébe. A vízmélység egy újabb problémát is felvet, az éppen süllyesztés alatti szegmens helyzetének nyomon követését. A legkisebb eltérés is katasztrofális következményekkel járhat. Az első elem helyzetét a mérnökök a szerelőtoronyhoz rögzített prizmák segítségével mérték meg. Itt azonban nincs szerelőtorony. A hollandok ezt a gondot is egy okos, de egyszerű megoldással hidalták át. Az eljárás neve maga az eszköz, feszes kábel. Az egyik végét a beemelendő szegmens oldalához rögzítik. A kábel másik végét az előző szegmenshez kapcsolják. A szerkezet állandóan feszesen tartja a kábelt. Az eszköz megfelelő felszerelése nagy körültekintést igényel. Egyedi készítésű, csak ez az egy darab létezik, ezért nagyon kell rá vigyázni. Amikor az alagút elemet süllyesztik, a feszített kábel hosszából és térbeli helyzetéből a számítógép meghatározza az alagút elemek kölcsönös helyzetét. A két szegmens közötti kábel mindig feszes. És ahogy a szegmensek közelednek egymáshoz, a kábel automatikusan feltekeredik, rövidebbé válik. A rövidülésből meghatározható a szegmens pontos helyzete. A lesüllyesztett alagút elem helyzetének még pontosabb meghatározásához 4 ilyen jeladót szereltek a zárófal 4 sarkára. Ezeket is ehhez az építkezéshez fejlesztették ki. És meg fognak lepődni, ha meglátják, milyen pontosak. Az egész műveletet az egyik uszályra telepített vezérlő állásból irányítják. Egy kattintás, és a ballaszttartályokba elkezd dömleni a víz. Érezhető, ahogy nő a feszültség a szobában. Mindenki arra gondol, vajon sikerül-e újból megcsinálni? Sikerül-e a kellő helyre tenni az elemet? Ez persze ugyanaz az alagút, de már távolabb vagyunk a parttól. Mélyebb a víz, más az időjárás, más minden. Szóval sok minden változik állandóan, ezért nagyon oda kell figyelni. Péter számítógépének képernyőjén másodpercenként frissülnek a helyzetadatok. Ez itt az alagút, ahová az elemet le kell tenni. A zöld szín jelzi a kívánt helyzetet, és most itt járunk. Amint látják, épp hogy tengerszint alatt vagyunk. Egy kicsit engedje a CS2-es csörlőn. Tarts 10 tonnán. Több terhelést a CS1-re. A csörlők vezérlésével Péter szükség szerint irányíthatja a szegmens süllyesztését. Mintha lefelé mennénk a lépcsőn. Egy lépés előre, egy lépés lefelé. És minél lejjebb érünk, annál óvatosabb a következő lépés. A süllyesztés mostani szakaszánál, ahol a szegmens csupán pár méterrel van a víz alatt, nincs gond. Bármely irányba mozoghatunk, nincs, aminek neki ütközhetnénk. Amikor azonban már közel járunk az előzőleg lefektetett elemhez, ott már nincs sok hely. Ezért az egyes lépések is sokkal kisebbek. A szegmensek csatlakoztatásának első lépése egy újabb kihívást jelent,
amire viszont egy újabb megoldás áll készen. A hullámzás zavarja az alagútelem lesüllyesztését és az előző elemhez illesztését. Ezért a felső sarkokra egy-egy vezetőrudat szereltünk. Újabb, egyszerű, de elegáns megoldás. A vezetőrudak rugalmassága egyre csökken, ahogy az elemeket közelítjük. A helyes összeillesztés elérésekor a rudaknak már egyáltalán nincs játéka. Az alagútelemek között mindössze fél méter nyílés maradt. A búvár gyakorlatilag semmit sem lát, amikor összekapcsolja a hidraulikus összehúzó szerkezetet. Az elemek látszólag megfelelő helyzetben vannak. Ugyanakkor a legkisebb eltérés is hatványozottan jelentkezik a szegmens túlsó végén. A hollandoknak azonban erre a helyzetre is van megoldásuk. Aktiválhatjuk a jeladókat? Igen. Az elválasztó falra szerelt négy távirányítású jeladó működésbe lép. A jeladók milliméteres pontossággal határozzák meg az alagútelem helyzetét, a mért adatokat pedig a vezérlőterembe továbbítják. Péternek 20 centivel jobbra kell elmozdítania a 48 ezer tonnás vasbeton elemet. Még szélcsendes napokon is erős a hullámzás, az alagútelem hossza pedig megnehezíti a stabil helyzet biztosítását. A megoldás. A külső helyzet beállító rendszer angol nevének rövidítésével EPS. Egy újabb holland találmány, amely egy egyszerű ötleten alapul. Két darab hidraulikus emelő, hosszabbítható lábakkal, amelyek képesek felemelni, megtartani és mozgatni az alagútelemet. Minden emelő párhoz még a vízrebocsátás előtt négy darab drótkötelet rögzítettek. A robotlábakon támaszkodó EPS oldalirányban elmozdítja és az előző alagútelemhez illeszti az éppen beemelt szegmenst. A távvezérelt hidraulikus munkahengerek pedig egymáshoz húzzák az elemeket, összepréselve a köztük lévő gumitömítést. Készen is van. Egy újabb elem került a helyére. Az alagúthoz hasonlóan a híd is hamarosan elkészül. A hídpálya lezáró elemének beépítéséhez azonban a mérnököknek egy kisméretű, ám annál nagyobb erőt igénylő nyújtást kell elvégezniük. Mindkét tartópillért körülbelül 7 centire kifelé kell dönteniük, hogy beilleszthessék a hídpálya záró elemét. A feszítés megszüntetésével a záró elem szilárdan fog illeszkedni. Hat évi munka után az építők érthetően minél hamarabb befejeznék a művüket. Az alagút építőkhöz hasonlóan azonban ők is csak apró lépésekkel haladhatnak. Különösen, hogy a záróelem hatalmas. Néhány kilométerrel odébb Péter csapata az alagút utolsó darabját készül a helyére süllyeszteni. A legelső szegmenshez hasonlóan az utolsó, 18-as számú elemeti sziklák között manőverezve kell a helyére hajózni. Épp úgy, mint korábban, a szállító uszály néhány horgonykötelét a parti sziklákhoz rögzítik. Mivel ennyire közel vagyunk a parthoz, nagyon nehéz megfelelően rögzíteni a süllyesztő kábeleket. Egyáltalán nem könnyű csatlakoztatni a drótköteleket. Nem lehet csak úgy egyszerűen a helyükre húzni őket. Miután az összes kötelet rögzítették, megkezdik az alagútelem manőverezését. Mivel a szegmens rendkívül nagy tömegű, nem hibázhatunk. Még egy kicsi ütközés is jelentős károkat okozna benne, és egy ilyen baleset az egész építkezés menetét visszavetné. 3 év munkája után ma este átadják az utolsó alagútelemet, ha minden jól megy. A szegmens eléri a feneket. De van egy kis gond. Az egyik vége 28 centivel magasabban van a kelleténél. Igyekszünk kideríteni, mi okozza az eltérést. Még nem tudjuk. Ez komoly probléma.
Kb. Fél órába telik, míg minden lépést ellenőrzünk, nehogy kifelejtsünk valamit. Utána jövök és elmondom, hogy mi is a helyzet. Az EPS egyik lába alatt több kavics van a kelleténél, ezért majd 30 centit el kell távolítani. A végső átadás egy napot csúszik. A végső finomítások után az utolsó alagútelem mindenhol felfekszik az ágyazaton. Nincs más hátra, mint bemenni az alagútba és vízmentesen illeszteni a két utolsó szegmest. A csapat a Gadok-szigeti bejáraton hajt be az alagútba. Peter utoljára teszi meg ezt az utat. Amikor 3 évvel ezelőtt belefogtunk, az első elemnél azt gondoltam, hú, még jó sok van hátra. De az idő repül, és ma elérkeztünk az utolsóhoz. Fura érzés. Vegyesek az érzelmeim. Örülök, hogy a végére értünk, de kicsit sajnálom is, hogy már nincs több szegmens, amit beépíthetnénk. Hamarosan újból elérkezik az a pillanat, lent a tengerfenéken. Kinyitjuk az ajtót és reméljük, hogy minden rendben lesz. 3 év munkája nyomán végre látni a fényt az alagút végén. A szelep nyitva, egyes állásban. Az utolsó lépésben eltávolítják a vizet a csatlakozó részből, hogy a két alagútelem szorosan vízmentesen illeszkedjen. Morris, itt Peter! Víz a ballaszt tartályokban. Látod mozogni az alagutat? Igen, már 3 millimétert haladtunk előre. Oké, rendben. Igen, 3 milliméter. Ezt a lépést mindig megünnepelték. Ez a mostani azonban a legutolsó. Korábban nem is ismerték egymást, most igaz barátok, és hamarosan elválnak útjaik. Az építkezés hosszú éveinek gyümölcse ott rejtőzik az acél ajtó mögött. Peteré az ajtónyitás dicsősége. Ez alatt a hídon az utolsó elemet emelik a helyére. A pillérek visszaengedésével az utolsó hídelem szilárdan rögzül a helyén. A híd elkészültével nincs más hátra, mint kinyitni az alagút utolsó elemének bejáratát. Az utolsó ellenőrzés. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Rendkívül büszke vagyok, hogy megcsináltuk, és persze nagyon örülök. Az egész csapat nevében. Nagyszerű. Sokat dolgoztunk, és nem volt egyszerű feladat, de megcsináltuk. Az ember néha elérzékenyül. Vannak ilyen pillanatok. És büszke vagyok. Nagyon büszke. Igen. Peter csapata számára az alagút egy újabb ragyogó siker az eredmények hosszú sorában. A koreaiaknak pedig lehetőség arra, hogy a hollandok mellett felzárkózzanak a világ élvonalához. Ez volt az első sűjesztett alagút Koreában. Számos új berendezést fejlesztettünk ki, sok mérnököt is kiképeztünk, ráadásul határidőre sikerült befejezni az építést. Mindenki elégedett. Ez nem egyszerűen egy rövidebb út a szigetre. A jövőbe vezető ösvény, és ki tudja, mit hoz a jövő.
Narrátor Koroknai Géza, munkatársak Eszes János, Férentáj Bernadett, Rózenman Péter, Vígvári Ágnes, Derzsi Csilla, Kogzita. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.